Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Valaki egy nagyon tömör, két-három szóból álló kérdést, sarkos kérdést tett fel nekem. Az volt a kérdése, hogy a marihuána az vajon bűn vagy gyógyszer? A kérdésnek a hátterét azt hiszem, hogy elég jól ismerjük. Az elmúlt néhány évtizedben széles körű kampány folyik a modern világban az úgynevezett könnyű drogoknak a legalizálása érdekében. Egyes országokban a marihuána, mint tudatmódosító szer, tulajdonképpen éppen úgy engedélyezett, mint nálunk az alkohol vagy a dohányzás. A helyzet az, hogy más országok, és így Magyarország nem lépett erre az útra, és amennyire én tudom, nem is kíván erre az útra lépni. Fennáll azonban egy gyakorlat, amivel szoktunk találkozni, és ennek nyomait ma már Magyarországon is láthatjuk, hogy a marihuánából, amelynek két fontos összetevője van, az egyik tudatmódosító, a másik nem, készítenek bizonyos kozmetikai eszközöket, illetve olyan táplálék kiegészítőket, amelyekben, ahogy én a gyógyszerész professzor barátomtól ezt megkérdeztem és megtudtam, lényegében tudatmódosító szer vagy egyáltalán nincs, vagy olyan minimális mennyiségben van, hogy ezek az olajok, vagy ezek a kozmetikumok nem alkalmasak arra, hogy kábítószerként használják azokat. Ezeket tehát manapság különböző drogériákban be lehet szerezni. Más országokban vannak gyógyszerek is, amelyek marihuána alapúak. Magyarországon ilyen gyógyszerek jelenleg nincsenek forgalomban. Tehát azt mondani, hogy a marihuána gyógyszer, ezt legalábbis a magyar körülmények között nem lehet, hiszen ilyen gyógyszert a gyógyszertárak, ilyet nem törzskönyveztek Magyarországon, és a gyógyszertárak nem forgalmaznak. Kivételes esetekben vannak egyes orvosok, akik felírják receptre, és ebben az esetben külföldről be lehet szerezni meghatározott módon ilyen jellegű gyógyszereket is, különböző fájdalomcsillapítók ezek, és általában rendkívül súlyos végső stádiumban lévő betegek esetében szokták alkalmazni. A probléma azonban a következő, hogy tekintettel arra, hogy egy kampány folyik a könnyű drogok elterjesztésének a legalizálása mellett, egy nagyon zavaros és rengeteg félinformációval és talán időnként szándékos félrevezető információval keveredik ez a két dolog, a kábítószerfogyasztás engedélyezéséért való kampány, illetve az orvosi marihuána problémája és kérdése. A helyzet annyira súlyos, és én csak ezt az elemet szeretném itt kiemelni, hogy bizonyos magukat kereszténynek nevező irányzatok egyenesen a keresztények körében is
folytatnak olyan kampányokat, amivel megpróbálják bebizonyítani azt, hogy tulajdonképpen a marihuána fogyasztása bibliailag igazolható. Két ilyen hivatkozás van, el kell mondanom, hogy mind a kettő hamis. Az első hivatkozás az arra a szent olajra, vagy szent kenetre vonatkozik, amivel az ószövetségi papokat, később a királyokat felkenték. Azok, akik ezt a kampányt folytatják, azt állítják tudnilik, hogy Mózes egy sámán volt, aki az égő csipkebokornál magától az Úrtól kapta meg ennek az olajnak a receptjét, ami jelentős mennyiségben kanabiszt tartalmazott. És kanabisz olajjal gyógyítottak, illetve kanabisz olajjal kenték meg a papokat az Ószövetségben. Ennél durvább az a verzió, miszerint maga Jézus Krisztus is és az apostolok is a csodálatos gyógyításokat kanabisz olajjal hajtották végre. Tehát ilyen értelemben próbálják meggyőzni a keresztény embereket arról, hogy ez a szer tulajdonképpen egy olyan ősi dolog, ami már a Bibliában is ismert volt, sőt, a különböző vallásokban egyenesen spirituális élményekre is használták, és amit el tudunk képzelni a pogány vallások orgiáin, de az már azért megdöbbentő, amikor azt állítják, hogy lényegében a kereszténység terjedésében is szerepe volt a kanabisz olajnak, hiszen az imádságban, az istentiszteleten ez egy különleges spirituális élményt nyújtott a keresztények számára. Ezeket kategórikusan el kell utasítani. Az utolsó gondolat, amiről szeretnék szólni, hogy hogyan viszonyulunk mi hetednapi adventisták ehhez a kérdéshez. Tekintettel arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok területén több államban is legalizálták a kanabisz használatát, ezért, amikor a különböző törvényhozások elé került ez az ügy, az egyház petíciókban tiltakozott ez ellen, és különböző állásfoglalások születtek, amelyek mind-mind arról tanúskodnak, és egy többek között egy cikk is megjelent az Adventist World-ben, az Adventista Világ című folyóirat angol kiadásában, ami arról szól, hogy a kanabisznak rendkívül súlyos, tudatmódosító, egészségromboló, idegrendszert károsító hatása van, viszont a gyógyhatásai még nem kellően bizonyítottak. Ennek következtében a hetednapi adventisták és a hetednapi adventista egyház egészségügyi osztálya is azt javasolja, hogy a hetednapi adventisták kerüljék a kanabisz termékeknek a használatát, hiszen még a gyógyászati használat esetében is vannak olyan alternatív gyógyszerek, amelyek sokkal biztonságosabbak és kevésbé károsak, mint a kanabisz termékek. Úgyhogy, ha a kérdésre röviden és egyenesen akarok válaszolni, akkor azt javaslom hetednapi adventista barátaimnak és másoknak is, hogy tartózkodjanak a kanabisz termékektől, eltekintve a kozmetikumoktól, vagy attól a néhány dologtól, amit, ahogy említettem, a magyar
drogériákban esetleg be tudnak szerezni.